mai napon egy olyan tortát fogok készíteni, aminek a receptje Horvátországból érkezett. Ez egy könnyed, habos, csokis sütemény, és az ottani neve gyerektorta. Szerintem okkal adták ezt a nevet ennek a süteménynek, mert rendkívül finom, és gondolom, hogy a gyerekeknek a kedvence is. Én most az alaptésztát készítem el, és látni fogjátok, hogy egy kicsit rendhagyó lesz. De legelőször is szükségem van 6 tojásfehérjére, amit fel fogok verni kemény habbá, méghozzá úgy, hogy fokozatosan hozzáadok 25 dekagram kristálycukrot. Egy tálba öntök 1,5 evőkanál zsemlemorzsát, 4 evőkanál darált háztartási kekszet, 1,5 evőkanál baraclekvárt, 1,5 evőkanál 20%-os étkezési ecetet, 1,5 evőkanál étkezési olajat, és a felvert tojásfehérjéből körülbelül 3-4 evőkanálnyit. Ezeket összekeverem. A krémet beleöntöm, vagyis hozzáöntöm a tojásfehérjéhez, a cukros tojásfehérjéhez, és szép, óvatos, nagy mozdulattal összekeverem. A tojásfehérjés masszát egy 24 cm átmérőjű torta formába fogom majd önteni, amelybe belehelyezek sütőpapírt. A sütőpapírt megvajazom egy kicsit, majd beleöntök 10 dekagram durvára vágott diót. Elterítem a sütőpapíron, és erre a dióra fogom majd ráönteni a tojásfehérjés süteménymasszát. Előmelegítettem a sütőt 250 fokra, és 5 percig fogom sütni a tésztát, utána 5 perc múlva visszaveszem a hőfokot 150 fokra, és körülbelül még 1 óráig sütni fogom. Amíg sül a tésztánk, addig hozzálátok a krém elkészítéséhez. Ehhez használok 6 darab tojássárgáját, ehhez hozzáöntök 15 dekagram kristálycukrot, 8 dekagram kukoricakeményítőt és 1 teáskanál vanília aromát. Ehhez hozzáöntök először 1 deciliter hideg tejet, és elkeverem. Majd fokozatosan hozzáöntöm a maradék 5 deciliter tejet. A teljes keveréket beleöntöm egy fazékba, és gyakori kevergetés közben felforralom. Besűrűsödött a masszánk, most gyorsan lehúzom a tűzhelyről. Folpakkot helyezek rá, hogy ne bőrösödjön be a teteje, és hagyom kihűlni. Megsült a tésztánk, és egy kés segítségével fellazítom az oldalát, hogy könnyebben ki tudjam borítani a tányérra. Megfordítottam a süteményünket, és a dióra fogok most önteni olvasztott csokoládét. 10 dekagram étcsokoládét használtam, és vízgőz felett olvasztottam fel 1 evőkanál étolajjal. Hagyom hűlni egy kicsit a csokoládét a tésztán, és addig befejezem a krémnek a készítését. 20 dekagram szobahőmérsékletű vajat habosra keverek, és hozzáadom a teljesen kihűlt sárga krémhez. Két részre osztottam a sárga krémet, az egyikben rakok 10 dekagram felolvasztott fehér csokoládét, és simára keverem a krémet.
a másik felébe pedig 10 dekagram felolvasztott étcsokoládét öntök, és ezt is szépen elkeverem. Most, hogy elkészültek a krémek, megtöltöm vele a tortánkat. Ehhez a torta karimát visszahelyezem a süteményre, és először a sárga krémet ráhalmozom. Most rárakom a csokis krémet. Az utolsó réteg, az 2 dl felvert tejszínhab lesz. Négy-öt óra elteltével kiveszem a torta karimából a süteményt, és tovább folytatom a díszítését.